Valójában én 50 éves koromig nem igazán találkoztam nehézséggel. És az elmúlt 2 évem nagyon nehéz volt, nagyon sok szempontból, magánéleti szempontból és szakmai szempontból is nagyon nehéz volt. Történt egy nagy szakítás, egy 20x évvel fiatalabb úriemberrel éltem együtt 5 évig, és nagyon intenzíven éltük azt az 5 évet, és az is nagyon hirtelen jött, és egybeesett ezekkel a szakmai dolgokkal, meg a színházi változásokkal, és akkor éreztem azt, hogy nagyon zakató most hol az a legendás erőd, amivel mindig mindenkit talpra állítasz, most hol van az a főnix madár. Nem így akartam az 50-et tölteni. Nem így képzeltem el. Amikor nagyon el vagyunk keseredve, ezt üzenem mindenkinek, főleg az 50-es hölgyeknek, akkor ahelyett, hogy nagyon lehúznánk a saját hangulatunkat, dicsérjük meg magunkat, öleljük meg magunkat, és mondjuk ki hangosan, hogy tudod, mi vagy te most? Mert most nagyon nehéz. Te vagy a megküzdés csodája. A három igazság mai vendége Janza Kata, üdvözlünk szeretettel. Szia Kata! Én is mindenkit szeretettel köszöntök. Tomitól a szabály. Nagyon egyszerű ez a három boríték, amiben három témakör van elrejtve, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk majd vele. Időben nagyjából 7 percet hagyunk rá a válaszokra, jó? Jó, jó, és köszönöm. És aztán jön majd a te igazságod, de én mindig azt várom a legjobban. Ilyen is. Tényleg? Hát a jobbjainket is, amúgy jó. De azt majd a végén. Melyikkel kezd? Hát a pirossal. 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 Az, Laci, a tiéd. Egy oroszlán mit választhatna? Hát pirossal. Pirosat. Na, azt mondja, hogy... Mi az igazság? Édesapád állatorvos, aki rendőrtábornok lett. Édesanyád ügyvéd. A testvéred közgazdász. Hogy lettél te színész? Mi az igazság? Hát elmondom nektek, hogy mi az igazság. Az az igazság, hogy az első pillanatban kiderült, hogy én egy szélhámos vagyok. Hogy én belőlem tisztességes ember nem lesz, ez már rögtön lehet ez látni. Tehát, hogy apám az nagyon el volt keseredve. Hát gyerekek, képzeljétek el. Számára is világos lett? Abba a pillanatban, hogy az általános iskola első hetében megkaptam az első igazgatói pecsétes intőmet, ott világos volt számukra, hogy mi a helyzet. Hát ez csak magatartás, hogy, hát az nem. Hát de nem, inkább ez a színészet utáni loholás, a szereplési vágy, aha, ez okozta mindig az intőket. És azt lehetett látni, hogy például ez egy nagyon édes sztori egyébként, hogy a gyerekeket az első osztályba összegyűjtötték az első nap. Megismerkedtünk a tanítónénivel, és csináltak egy bátorságpróbát, hogy a szülőket fölviszik az emeletre, de az ablakból látnak minket, ne aggódjunk, és ott hagytak egy csomó síró gyerekkel. És jó anyám, Kati mama, ugye ő a nagy Kati, a kis Kati, Kati mama kinézett az ablakon, és azt mondta, hogy amikor az én gyerekem ott van, addig ne aggódjatok. És megfordult, és azt látta, hogy szereztem egy farönköt valahonnan, ne kérdezzétek honnan, ez mindez 6 évesen, ugye, fölálltam rá, kórust alapítottam egy pillanat alatt, beosztottam a gyerekeket, szólam szerint mindenkit, egy kánondalt megtanítottam nekik, úgy elfelejtettek sírni egy pillanat alatt, és azt látta anyám, hogy állok a fatuskon, és vezényelek, és a gyerekek boldog mosolyan énekelnek. És a tanítónéni kérdezte, hogy akkor itt azért így lesznek gondok, nem? Tehát, hogy azért így ő ezt látja, és hát az történt, azért lett intőm, mert lecsúsztam a Szenes bácsihoz, a Fűtő bácsihoz órák helyett, és már a rendőrség keresett minden, a széncsúszdán, hogy ne legyen magányos, énekeltem neki. Lenna. Na ezért mondom, hogy látták, hogy szélhámos vagyok. Hát... Rájöttek, hogy ebből nem olyan típusú értelmiségű lesz, mint amilyenek ők. Hát nem, úgyhogy hagytak próbálkozni. De hagytak? Tehát könnyen beletörött? Nem, először beirattak gimnázium után, amikor nem vettek fel a színműre valami menedzseriskolába, ahol az igazgató behívatta őket, és mondták, hogy én állandóan a zenei felvételeim miatt mutogatom közgazdaságtan, meg mérleképes, nem tudom, hogy micsoda óra helyett, és mondta, hogy ez a gyereket aranyos, de ezt ne kínozzuk. Tehát ott is apukám megtömte a pipáját a bajsz alatt, és mondta, hogy na jó, akkor ezt elengedem, ezt a vonalat. És 1996-ban az Elizabeth premierjén Szegeden 5000 ember állva tombolt, és akkor édesapám meglendítette a jobb karját, és azt mondta, hogy gratulálok, kis Kati, most már látom, mert azon aggódtam, hogy több ezer gyerek énekel szépen, honnan lehet tudni, hogy te vagy a több ezerből az az egy, akinek majd sikerül ez a pálya, és hogy támogatunk mindenbe, és hajrá. Tehát ez volt az a pont. Hát akkor voltam 24 éves. Akkor voltam 24 éves. Tehát, hogy addig azért vergődtem jobbra-balra. Tehát voltam cégeknél ilyen, hogy project manager, nagyjából annyiból állt, hogy kávét főztem. Tehát ez az igazság, ha már így kérdezted. De várjál, ha
projekt az volt, hogy kávét kell inni, akkor szerintem az kávé... akkor lemenne le kellett. Kitűnően kávés, katica, kitűnően helytár. De nem ez lett volna a feladat, hanem valamit a gépen kellett volna, amit be se tudtam kapcsolni, hát gondolhatjátok. És ott is mutogattam mindenkinek a zenei felvételeimet, tehát lehetett tudni, hogy nem fogok elhelyezkedni sehogy. Hát mondták, hogy jó, hát kislány, akkor menjen és szerepeljen. Mit jelent ez a zenei felvétel? A saját szerzeményedet, vagy más nagy slágereket? Más nagy slágereket, igen, a stúdióban. Igen, és akkor felénekeltem egy dalt a Kaszás Peti barátomnál felvétel, és akkor mutogattam, hogy ez majd egyszer bekerül egy fesztiválra, meg hát a másik, hogy mindig mondtam, hogy engem majd felhív a Bergendi Pista, mert én írtam neki levelet, Isten nyugosztalja, a Bergendi István, imádtam, és mondom, megírtam neki, hogy én itt megyek tönkre, parlagon heverek, hát egy kincset porolna le, hát jó, vagy de igazad volt. És pont ahol titkárnősködtem egy cégnél, már nevettek rajtam. Tudjuk, persze, téged felfogni, a Bergendi István, tudjuk. Jó napot kívánok, Bergendi István vagyok. Hisszük, persze, mondták, jó. És megcsörrent a telefon, Bergendi István, hogy elhagyta a levelemet pár évre, mert nem találta meg, de egy nagy takarításnál megtalált, és pont most van üresedés a három csaj közül. Nincs kettő, és hogy jöjjek be egy castingba. Hát utána 6 évig voltunk. Igen. És 6 évig voltál aztán a Bergendi Szalonzenekar egyik énekesnője. És téged behívott, tehát nem elment le ellenőrizni a lakásodat, mert nálunk így történt. Tényleg? A Gál Szilvi, aki melletted az Oroszlán királyban. Igen. És eljöttetek, de minden bejelentés nélkül a fél Bergendi megjelent az albérletünk, mert megnézik, hol lakunk. És csak konyakos poharakban tejet tudtam adni nektek. Mégis felvettétek a barátnőmet, amit döbbenet volt, és évekig együtt énekeltetek, és olyan szeretettel igazítottad azt a három. Te, hogyha hozzátok valaki látogatóban, konyakos poharba tejet ad. Egyetemista voltam, Laci, három munkahelyen dolgozva, és pont a legjobb barátnőm a Bergendi castingján megfelelt, és így csekkolt. És akkor azóta ismeritek egymást a Katával? Igen. Most, ahogy készültünk a beszélgetésre, találtam, vagy láttam egy fotót az édesapádról az interneten. Azt hiszem, amikor nyugalmazták a rendőrségtől, akkor készült, és én ott sose láttam, csak most láttam először, és tényleg, ahogy mondtad is, egy ilyen nagy bajsza van. Igen. Tehát ilyen, olyan igazi rendőr, inkább katonás alakat így ránézésre. Jó, de hogy lesz egy állatorvosból rendőr? Mert ez az egész, nekem ez az egész családtörténet fura. Rendőrtábornok, az ügyvéd, a közgazdász, azt jön a színész. Azt jön a színész. Az állatorvosból meg hogy lesz rendőrtábornok? Az állatorvosból úgy lesz rendőrtábornok, hogy a Dunakeszi kutyakiképző iskoláján volt ő kezdő állatorvos, ahol ugye a határőr, robbanószerkereső kutyák, kábítószerkereső kutyák kiképzése folyt. És hát az pillanatokon belül látszódott, hogy nagyon jó vezető képességei vannak, és egy, hát ahogy szoktuk mondani, egy piros sapkás veréb a szürkék között, de tényleg ezt komolyan mondom nektek, egy elképesztő intelligenciával, hihetetlen olvasottsággal, műveltséggel megáldott ember, még a zenész szakmán belül is, például pont Silló István karmester nyáron mondta nekem a Szegedi Szabadtéren, hogy ritkán volt olyan élményben részem, mint amikor az édesapáddal egyszer beszélgethettem. Tehát aki egyszer az édesapámmal beszélget, az úgy áll onnan föl, hogy még. Tanít a különböző egyetemeken, címzetes egyetemi docens, tehát még tanítja az etológiát, kinológiát, tehát ennyiben megmaradt az állatorvos szakma. Dübögnek az egyetemisták a végén. Elképesztő humorral mindezt, tehát egy piros ász akkor az én édesapám. Jól, igen, jót mondtál, igen, de különleges az is benne ember. Van ez a katonai rendőri fegyelem, vagy ebből ti gyerekek nem éreztetek sokat? Van benne, de említettem a humor, tehát azért ez nagyon jó, meg egy nagyon jó beszélgető partner elképesztő szellemiséggel, tehát hogy ez a fajta fegyelem nem abban nyilvánult meg, hogy mondjuk megfenyített minket, vagy nagyon szigorúan nevelt, hanem inkább az életre nevelt. Tehát én azért gondolom azt, hogy kevésbé sérülök ezen a pályán, mert nagyon sokszor tanította nekem, sok helyen lenyilatkoztam, de nagyon lényeges dolog, hogy minden viszonyítás kérdés, és mindig azt az arisztotelészi tételt mondta, hogy a dolgok nem önmagukban léteznek, hanem térben és időben, és nagyon fontos a ritmus és a mérték. Ezt gyerekként nem értettem, kamaszkorom körül kezdtem megérteni, és ez nagyon jó életvezetés volt. Tehát nem mindig akkor kell engedte meglépni azokat a lépéseket, amiket indulatból megléptem volna, vagy túlérzékenységből a pályán, hanem azt mondta, hogy tér, idő, ritmus, mérték. Most nem. Most igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó útmutatás volt. Igen, és hogy nekem nagyon jól esik a mai napig, hogy még mindig le tudok ülni vele egy jó beszélgetésre, egy jó kávé mellett, és nagyon sok barátom
pályatársam, széles körben, akár mondhatnám a tábornok kollégákat is, mindenki azt mondja, hogy te nem is tudod, valójában pedig, de tudom, hogy micsoda kincs az, hogy van egy nagy frici, aki mellé le lehet ülni, és meg lehet mindent kérdezni, hogy papa, most akkor merre van az előre? Mennyi idős? Most az édesapám az 75 éves, nagyszerű állapotban van, a mai napig a közszolgálati egyetemen tanít, szervez, állandóan készül valahova, sokszor látom egyenruhába, rendészettudományi társaság elnöke, mindig valahol valakit kinevez, vagy kitüntet, tehát hogy nagyon sok helyre küldik. Nagyon aktív. Igen, szellemi partnerként is, tehát ha valamit írni kell, tehát írásban egyszerűen pazar, tehát ha elolvasnátok egy-egy tanulmányát, egész egyszerűen lenyűgöző, hogy nem az a száraz anyag, hanem benne van egy-két olyan humor is, amire azt mondod, hogy Jézusom, ez hogy került ide egy ilyen száraz témában? Tudod, mit kezdtem el érezni, hogy ha majd egyszer 75 éves leszek, és azt fogom látni mondjuk egy ilyen videón keresztül, hogy a bármelyik gyerekem is a háromból ilyen szenvedéllyel beszél rólam 75 éves koromban, amikor már egy felnőtt önálló entitás, akkor ő biztos valamit nagyon jól csinált, mert ebben nagyon sok szeretet van, nagyon sok dinamika, tehát az angol szokta mondani az ilyen karakterű emberekre, hogy bigger than life. Igen, tehát igen, hát és így is az élet. Hát és akkor ott igen. Szegeden az Elizabeth után az egy kitüntetés volt gyakorlatilag. Az egy az, nagyon nagy kitüntetés. Ahogy így elmesélted, meg most hozzátetted abszolút. Még a személyiségét, az ott olyan volt, abszolút. Hogy átadott volna egy kitüntetést. Igen, mert én előtte nyafogtam, ugyanis a zeneszerző, a Lévai Szilveszter, az nagyon megimádott engem, és mindig mondtam, hogy annyira bennem látják ezt a szerepet, és akkor én második szereposztás voltam. És hát a Csitri kezdő, tudod, az kiejt a száján ilyeneket, hogy miért nem ő az első, tehát mindjárt, és akkor mondta, hogy na, akkor álljunk meg egy pillanatra, tehát még akkor is, ha így van. Legyen úgy, hogy azt majd a közönség eldönti, és a pályán maradsz, és onnan csak. Hát, és akkor tehát, eldöntötték így, aztán, igen, az Elizabeth, ez neked egy nagyon fontos mérföldkő volt van, a színészi életedben. De milyen érdekes, ha már a Bergendit említettük, ez, amit Laci is imént, ez a karizma, ez az erő, ez a szenvedély dinamikát mondtál pontosan, amit apukától örököltél, ezt én a Bergendiben is éreztem. Volt egy frontember, a Bergendi István, és mégis mindenki Janzakat a mozdulatai, szövegei, összekötő szövegeire figyelt. Tehát olyan érdekes, hogy ott, noha ő jegyzi a zenekart, te voltál nekem legalább olyan erős, mint ő. És szerintem örülne, ha ezt hallana. Lehet, hogy igen, hogy örülne, igen. Sokszor dicsérnek bennünket egymásnak. Ez egy kitűnő pillanat egyébként, amikor valami nagy tábornoki rendezvényen azt mondják, hogy láttam a katalányodat, és fantasztikus volt, és tetszett, és a személyisége, és hasonlít rád, és a többi. Vagy nekem mondják, hogy van köze a dandártábor, igen, az édesapám, de ezek a nagyon, nagyon klassz érzések. Igazából ennek van előnye is, mert hogy azt érzem, hogy ez a fajta szellemiség, ez felszabadított engem, és ezért bármilyen társaságban jól tudom érezni magam, mert nagyon rövid időn belül megtalálom a hangot az adott társasággal, az adott emberekkel. Hamar lebontom a hidat az emberek és köztem, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Pár választásokban már nem szerencsés egy ilyen édesapával, hiszen az ember akaratlanul is, ezen régóta gondolkozom már, nyilván keresem azt a mintát, így van. Tehát, hogy ilyen szempontból meg nem biztos, hogy szerencsés. Magasra tettem mért. Igen, na, mondhatnánk így is. A következő szint. Legyen a zöld. Zöld. Vanda. Pedig neki a sárga kellett volna. Hát de most az a zöld is passzol. Nagyon is. Nem? Mi az igazságata? Hogy egyezteti össze egy színésznő a rengeteg munkát az anyai teendőkkel, amiből van bőven? Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyen. Ez szerintem az az igazság, hogy nehezen. De meg lehet oldani, és nem lehetetlen. Segítséggel természetesen. Nekem a szüleim egész életemben segítettek, egy nagyon nagy házban lakunk itt a harmadik kerületben egyébként, és képzeljétek el, hogy mindig úgy volt, hogy anyukám is munka mellett, mert az ügyvédiroda, ráadásul akkor még két ügyvédirodát vezetett, volt egy Újpesten, meg volt egy ott nálunk Csillaghegyen. Édesapám a karrierjét végig hűséges, okos asszonyként támogatta a háttérből, tehát egészen fantasztikus
az én édesanyám, hogy egy ilyen jogi karriert, egy ilyen ügyvédi parádés karriert hogy lehetett összeegyeztetni, hogy a kis Ficit, az öcsémet, engem is, és az édesapámat is így segített végig, és erről a jó szokásáról akkor sem mondott le, amikor nekem megszülettek a gyerekeim. Tehát azért az egy nagyon nehéz dolog, hogy te akkor mész be a városba, amikor mindenki jön szembe, megy haza, és én pont azokon az estéken nem voltam ott, ahol meg kellett kérdezni a gyerekektől, hogy mi történt velük, vagy mi a baj, vagy egy pillanat alatt ott termett Kati mama, amikor valamelyik gyerekem otthon hagyta a legfontosabb dolgot, amit aznap vinni kellett volna, az Jankánál is, így volt Samunál is. Ma például anyu vitte a Samut iskolába, mert egyszerűbb, 16 éves már a Samu, ő se kicsi, de ha tömegközlekedéssel megy, akkor egy órát megy, ha velünk megy, akkor negyed órát. Tehát az a különbség, és Kati mama mondta, hogy mindig úgy szoktam mondani, hogy holnap szolgálatban vagyok, ha valaki igényli, vagy esténként, amikor elfárad, akkor mondja, hogy mindent eltettem a hűtőbe, már nem vagyok szolgálatban, találjátok fel magatok. Ti együtt is éltek? Úgy, külön lakásban, tehát én külön bejárattal, igen, külön bejárattal, és ott vannak anyukámék, és ez kincset ér. Tehát én sokat gondolkodtam ezen, hogyha ez nem így történt volna, akkor nem tudom, hogy oldottam volna meg, mert én azért nagyon bepörögtem ott az Elizabeth után, igen, és azóta se álltam meg. Igen. Valóban. Tehát, és hogy a gyerekeknek nem hiányzott, vagy nem hiányzik anyu esténként, amikor Elizabethet ad elő? Nagyon sokat kérdeztem őket, hogy van-e panasz, mondom, kinyitom a panaszkönyvet, lehet beleírni. Most azt látom, hogy két egészséges lelkületű, nem látok sérüléseket rajtuk. Sokat beszélgetünk, 25 lesz a Janka, most már velük lehet, tényleg a Samu is. Hát a Samu egy külön fejezet, vele mekkora nagy beszélgetéseim vannak. Ők azt mondták, hogy mindig arra emlékeznek, hogy én erőm felül még ott voltam. Volt egy kolléganőm, aki azt mondta, hogy ő igenis ledöbbent azon, amikor két próba között engem fölhívott valami miatt, tudta, hogy este találkozunk bent a hatos próbán, és kérdezte, hogy szaladsz, vagy mit csinálsz? Mondom, kijöttem a Gladiátor utcai focipályára, két kapuzunk a Samuval. És mondta, hogy de te lány vagy, mondták már Katika, tehát hogy mondtam, hogy tudom, de most így adódott, hogy... Tehát, hogy meg ez Zidáncsel is fogadok. Igen, ugye? minden nagy foci rajongó vagyok amúgy. Én de is. Hogy te is? Nálatok ki a kedvenc Samunak? Melyik csapat? Hát a Samu azért nem akkora foci rajongó, mint én barszás vagyok. Barszás igen, barszás vagyok. A játékos spanyol futballász, igen, hát közel. igen. Úgyhogy és Wanda, te? Én Bayern München. Főleg, amíg Lewandowski ott volt, igen. Lewandowski most már szépen átvándorolt, úgyhogy hát igen, ment a csúcs. Imádom a játékát. Visszatérhetünk egy pillanatra, még az nem engem érdekes a foci. Igen, de az, hogy titeket érdekel, az tök jó. Nem csak az érdekel, hogy a gyerekek szerinted ezt így jól átvészelték, vagy tehát, hogy nincsen baj. Te magadban hova raktad? Én sokszor sérültem ebben, igen, tehát sokszor volt, hogy én kaptam sírógörcsöt, ez az igazság, ha már így szólt a kérdés, tehát ne fedjük el ezt. Sokszor volt, főleg a vége felé már, amikor azt éreztem, hogy mindjárt bemutató, és még két napot kell kibírni, de már annyira hiányoznak, hogy megőrülök. Olyankor sokszor volt sírógörcs, és képzeljétek el, hogy most nyáron, amikor a Chicagót csináltuk, akkor a kis Cakó Julcsi, kis fiatal, neki pici gyereke van, és volt egy pont, ahol Julcsinál szállt el ez a dolog, és annyira láttam magam 20 évvel azelőtt ott a Domtéren, hogy ugyanez történt velem, és így összeroskadt, és csak annyit tudtam csinálni, hogy legugoltam hozzá, és megöleltem, és mondtam, hogy mindent kibírunk, kicsi, ezt most már két nap a világ, most már ezen nem múlik semmi, és hidd el, mert itt vagyok élő példaként, hogy nem sérülnek benne. Ha jól csináljuk, nem sérülnek, mert utána jön az az idő, amit utána aktívan vele töltesz. Úgyhogy én arra emlékszem, hogy soha nem pihentem a szünetekben. Tehát ahogy egy pillanat időm volt, mentem, és amelyik azt mondta, hogy játszunk egy valamit, képzelhetitek, hogy helyette inkább szívesebben ültem volna le, vagy aludtam volna egy órát, soha nem volt ilyen. Tehát erőm felül mindig azt mondtam, hogy persze, hogy játszunk. És mind a kettő így emlékszik erre vissza. Erre az intenzitásra, hogy nincs hiányérzetük, mert hogy képzeljétek el, hogy most is, ha elmegyünk egy családi kirándulásra, akkor az az első, hogy elkezdenek egymás szavába vágva emlékeket felhozni, hogy és emlékeztek, amikor apa meg az anya Balatonon a Ki mit tudokat csinálták nekünk, és nyeremények is voltak, és hogy millió fénykép is van. Tehát, hogy olyan jó hallgatni, hogy azokat az emlékeket hozzák fel, és emlegetik vissza, amiket együtt csináltunk. Együtt, és úgy érzem, hogy,
hogy olyan jó, hogy ha hullafáradtan is, de odaálltam arra, ki mit tudra, és lezsűriztük, és megvettük az ajándékokat, és megcsináltuk, mert ezekből táplálkoznak, pláne most, hogy azért nyilván egyetértetek velem abban, hogy egy kicsit elidegenedett világban élünk, és nehezen törnek utat egymás felé a gyerekek. Nincsenek igazán jó közösségek, nehéz. Például a Samunak nagyon nehéz, mert egy nagyon közösségi fickó, egy derűs, egy jókedvű, egy vezéregyéniség, és nagyon nehezen látom, hogy én, ahogy annak idején, ilyen gyerekkórus, olyan színjátszó, a táborok, az ifjúsági táborok, neki kevés lehetőség van, és ezek a családilag összehozott nagy élmények, hogy mindig csinálunk valami tematikus kirándulást, meg valami fesztivált. És ilyenkor az összes család együtt van? Igen. Már hogy mondjam, na szóval érted, igen. Tehát, hogy minden igen. Apukák? Igen, a Samu apukájának, ő a volt férjem, ugye a Kővári Laci balettművész, van egy nagy lánya, tehát a Janka már vele nőtt fel. Aha. Úgyhogy így sok oldalról hallgatjuk azt, amikor a már egyetemet végzett nagylány is azon kacag, hogy és akkor a Katával énekeltünk a Ki mit tudon, és ott álltunk Balatonon, és olyan jó ezt hallgatni, hát hogy még aki nem is az én gyerekem, tudod. Az első gyereknek az apukája az Pintér Tenya. Igen, a Tenyus. És hát vele is azt gondolom, hogy nagyon jó a viszonyat, hogy nagyon, együtt játszotok. Nagyon, nagyon, nagyon. Úgyhogy én olyan extrém dolgokról tudok beszámolni, hogy szerintem nem is innétek el. Néha, amikor egy-egy riportban elmondom, mond. Hogy mi az igazság, akkor meg szoktak lepődni, mert hát például most 3 napot szerettem volna a nyáron nem így pörögni, mint a mérgezett egér, ahogy én pörgök általában, és azt mondtam, hogy most 3 nap meditálás és nyugalom, és azon gondolkoztam, hogy kit hívnék el, és a Tenyuskánk, ugye Pintér Tenyus, második feleségét, aki a Samu keresztmamája, tehát bonyolódik a nemzetközi helyzet bonyolódik. Őt kérdeztem meg, hogy... Még megvagyok. Igen. Még megvagyok. És az én beámat kérdeztem meg, hogy nem jössz el velem semmit se csinálni a Bakonyba, a patakpartra. És ott voltunk 3 napot együtt, és ő azért olyan helyre, ahova most éppen mentünk, nehezebben megy be, ahol, ami nem olyan otthonos, vagy nem ismeri, és most egy olyan faházban voltunk, amit még nem ismertünk, és teleraktam ilyen közös képekkel az ő kisfiának és a Jankának a közös képeivel, berendeztem az egész szobát, korábban érkeztem, mint ő, hogy jól érezze ott magát. És jött, és akkor a második nap ránk telefonált a mi Tiborunk, valamivel kapcsolatban, közös színjátszással kapcsolatban, és azt mondja, hol vagytok? Mondom, hát mondhatnám neked is úgy, hogy az első feleséged és a második feleséged a Bakonyba próbálja kiheverni a házasságainkat, de amiket tőle, és mondom, hogy ez a Pintér Tenya mentálhigiénés, pszichés csoport, de mondtam, hogy nagyon jól állunk a foglalkozással, második napja itt vagyunk, Tibikén mindent kibeszéltünk, feldolgoztuk, ez rád nézve nem biztos, hogy jó, de mi nagyszerűen meg. Érezzük magunkat, úgyhogy nagyon nevetett a Tibi, nagyon nem, nevetett. Ez példaértékű, tehát igen. Az, hogy itt mindenki mindenkivel jobban van. Igen, és azon gondolkodom igen. Ennek alapján, hogy ezt egyébként belőle ki is nézem, mert egy picit, ahogy mondtad, hogy az ember olyan férfit keres, amilyen az apa minta a nők esetében például. És most hirtelen bejött egy kép, ahogy látom magam előtt a Pintér Tibit, hogy így fogja a telefont, ezt elmeséli, hogy 1-es és 2-es elmentek bakonyolni, és közben látom magam mellett, és ez a Tominak az ötlete volt egyébként, tehát ezt még nem mondtuk el, de ez az ő bűne volt, hogy mentem ki vele futni a Margit szigetre. És mondja a Tomi, mielőtt elindulunk futni, oda sugja nekem, azt mondja, hogy te figyelj, ha meg tudnád énekeltetni futás közben, hogy a vágyom egy nő után. Mert azt mindig mindenhol énekel, hát tudod jól, csak aztán egy ideje nem énekelte, mert nem akartam már, és mondtam a Lacinak, hogy te figyelj, futás közben, hallgassuk már meg. Na futottunk, mondom neki, hogy te Tenya, énekeljél már valamit, mondjuk a vágyom egy nő után. Azt mondja, ne hülyéskedj, nem, hát azt nem lehet így, meg nem. Közben futottunk. Mondom, de szórakozzál már, csak nekem, csak itt senki nem fogja hallani, stb. Vágyom egy... Hát azért jobb volt, jó. Igen, de minden, jó, igen. De abban a pillanatban... Egész jó, öblös hangod van. Ugye? Igen, tényleg szép. Te jó volt. Még én sem. De nem fejezem be. Na, tessék! Na, és mint az állat. Persze. Tehát annak olyan tüdeje van, hogy... És
most, ahogy meséled, ilyen jó ízűen, ízesen, az jött belőlem, hogy igen, azért a Tibi is olyan, aki bigger than life, tehát nagyobb, mint az élet, benne is rengeteg. Hát én azt szerettem meg a Tibiben, mert nagyon sokan kérdezték, hogy ez hogy jött össze, hogy mi akkor így egymásba zúgtunk, akkor a színműre járt, és nekem képzeljétek, pont azt tetszett, hogy olyan sok, most kimondom a szót, hát akkoriban most nem mondunk neveket nyilván, de hogy olyan sok sznopsággal találkoztam, akik már ugye a főiskolán már elhitték, akkor még főiskola volt, hogy ők már úgy valakik. És nekem annyira tetszett az, hogy sokat bántották a Tibit ezért, hogy merő mindenhol dalra fakad meg a gitárt elkezdés. Mondom, hogy pont ez a jó, mert én láttam a Tibit onnan, ahonnan jött, a Bakonyból. Tibor bácsi apukája egy nagy szavaló volt, irodalom kört vezetett, és Tibor bácsi is, ha úgy hozta a hangulat a tábortűznél, azonnal elkezdett szavalni. Tehát egy másik világból jöttek, és hogy a Tibit a főiskola sem rontotta el, és lehet ezt véleményezni, hogy egy szereplési mánia vagy valami, de ugyanakkor azt meg nagyon kevesen látják, hogy ezeken a családi rendezvényeken is milyen hűségesen szolgálja ki a tábortűzi hangulatot, és bármilyen gyerekcsoportoknak, gyerekeknek odaáll, és a mai napig nem biztos, hogy a nagy neves kollégáimat, ha megkérném, hogy figyelj, most tegyük egy kicsit a hírnevedet félre, énekelj már itt valamit, vagy zongorázz valamit, vagy igen. És a Tibi erről sosem mondott le, és én azt éreztem meg akkor benne, a szívét. Ez volt a fantasztikus. Na nézzük, sárgám. Sárga, jön az utolsó boríték. Mi az igazság? Hogy kezeled a nehéz, sokszor drámai helyzeteket az életben? Hát, hogyha mondjuk 2 évvel ezelőtt kérdezted volna ezt tőlem, akkor jött volna a hollywoodi cukorszirupos magyarázat és megoldás, ami félig volt csak ilyen hollywoodi és cukorszirupos, mert valójában én 50 éves koromig nem igazán találkoztam nehézséggel. És az elmúlt 2 évem nagyon nehéz volt, nagyon sok szempontból, magánéleti szempontból és szakmai szempontból is nagyon nehéz volt. Janka lányom fogalmazott úgy, hogy a te jelenlegi tragédiád, anya, az most pont az, hogy 50 évig egy álomvilágban éltél, mert hogy olyan volt tényleg, mint egy ilyen hollywoodi történet, hogy minden casting sikerült, egyből a hírnév, úgy lettek a gyerekeim, ahogy én azt megálmodtam, szakmai sikerek, de tényleg, tehát, hogy, és még az emberek szeretetét is birtoklod, és hogy ez egy olyan csodálatos dolog, oroszlán is vagy, szenvedélyesen is élsz, hedonista is vagy, minden szuper, és akkor 50 éves korodban egyszer csak történnek dolgok, és nincsen rá megoldásod, nincsen rá mechanizmusod. Nincs hozzá kulcsod. Milyen az első pofon? Hát az első pofon az volt, hogy megváltoztak a színházban is a dolgok, mert történt egy igazgatóváltás, ugye mi ott voltunk a nagy csapattal már 20-valahány éve ott egybe, ami nem feltétlenül rosszat jelent, csak egy változás nyilván, tehát ha az ember 30 évig ugyanabban az öltözőben öltözik, és ugyanazok igazgatják, akkor az, tehát megszoksz egy családot, más dolgok alakulnak, és aztán utána történtek olyan dolgok is, hogy esetenként volt valami darab, amiben kiderült, hogy most fogok játszani valami szerepet, aztán útközben kiderült, hogy mégsem azt fogom játszani, de ezt az olvasópróbán tudtam meg. Nagyon érdekes dolgokat dobott az élet. Nem volt probléma, egy másik szép szerepet kaptam abban a darabban, csak hirtelen, tudjátok, amikor magad már elképzeled, hogy az hogy lesz, és mégsem úgy alakult, azt nehezen éltem meg, és aztán mit hoz az élet, pont az anyaszínházamban, pont erre a mellékszerepre kaptam meg a Honti díjat, mint az év színésznőjének járó Honti díjat, ugyanettől az igazgatóságtól. Tehát, hogy nagyon szépen kompenzálódtak így a dolgok, csak én valahogy úgy érzem, hogy ennek megvolt az előnye, és ennek a 30 évig egyben vagyunk egy helyen, meg megvolt a hátránya is olyan szempontból, hogy amikor jöttek a változások, vagy egy kicsit kidughattuk az orrunkat, mert ez történt, hogy most a mostani igazgatóság nagyon aranyos velünk, mert lehet menni, ami addig akkor viszont nem volt. És minden ilyen változástól én nagyon félek. Ahogy az exek is ott ülnek a kanapén, és ott vannak, mert minden nem engedel el. Nehezen. És a magánszférádban? Akkor történt egy nagy szakítás, egy 20x évvel fiatalabb úriemberrel éltem együtt, 5 évig, és nagyon intenzíven éltük azt az 5 évet, és az is nagyon hirtelen jött, és egybeesett ezekkel a szakmai dolgokkal, meg a színházi változásokkal, és akkor éreztem azt, hogy nagyon zakató most, hol az a legendás
erőd, amivel mindig mindenkit talpra állítasz, most hol van az a főnix madár, hogy amikor nem másokat kell, amit egyébként nagyszerűen szoktam csinálni, tehát tényleg egy ilyen mentor is vagyok, egy ilyen tyúkanyó a színházban, meg baráti körben is tényleg megvan ez a képességem. Hol az az örök derű? Most magadnak mit tudsz mondani, amiből előtt lehet meríteni? És én akkor azt találtam ki, hogy egyrészt a munkaterápia, tehát úgy vetettem bele magam ebbe a kisebb szerepbe, hogy meghozta ezt a díjat, aztán később nekem. A másik, dolgoztam, mint egy megveszekedett őrült, és a másik meg az volt, hogy nem szabad szégyelleni, ilyenkor segítséget kérni. És én már korábbról ismertem egy fantasztikus pszichológus hölgyet, egy 5 gyerekes családanya egyébként, és fantasztikus humora van nálam, a humor mindenek fölött és mindenek előtt, tehát hogy az a kulcs hozzám is, meg egyébként másokhoz is, és elmentem hozzá dr. Tapolyai Emőke egyébként, tehát nem titok a neve, és az én emőkém pár hónap alatt gyakorlatilag olyan kulcsokat adott a kezembe. Én akkor annyira sajnáltam, hogy nem tudom azt mindenkinek átadni. Adtam is egyébként, ő fel is hatalmazott, hogy ahol kell segítség, ezeket használjam is mondjam. Csodálatos segítség volt nekem, és én szerintem jóval korábban meg is ráztam magam, mint ahogy azt várni lehetett, vagy amennyire például tavaly karácsonykor történtek ezek a dolgok, és az 50. születésnapom augusztusra esett, és annyira el voltam keseredve, képzeljétek el, hogy nem is akartam partit, vagy ilyen meglepetéspartit, és a szüleim ragaszkodtak hozzá, hogy Kiskati, hát azért az élet nem áll meg, és hogy pont jót fog tenni, hogy az összes kollégád, a barátod, a szövetségeseid itt lesznek, és hogy ezeket a dolgokat nem szabad kihagyni, és hogy ez nem is te vagy, aki egy ilyet mond, hogy nem. De tényleg csodálkoztam magam, hogy ki ez a lány, aki ilyet mond, hogy én nem is. Aztán nem bántam meg, nagyon örültem, hogy megtartottuk, csak úgy éreztem, értitek, hogy valahogy nem így akartam az 50-et tölteni. Nem így képzeltem el. Nem így képzeltem el. Nehéz volt. Testvéred? Van egy öcsém, közgazdász, baromi jó humora van neki is, tehát, hogy Frigyes mester, ugye Nagy Frigyes az apukám, Kis Frigyes mester a kisebb. Jadnálatok mindenki. Igen, Kis Kati, igen. Tesóm az nagyon nagy segítség volt, mert ő azért nem él egy ilyen álomvilágban, mint én, ugye több céget vezet, közgazdász, és ő a legszigorúbb talán velem mindenki közül. Igen? Igen. Mennyi idő van köztetek? 4,5 év, igen, és volt, hogy nála aludtam, amikor mondtam, hogy na most van az, hogy nem tudom, merre van az előre, és olyan szigorúan tud, mondjuk néha kíméletlenül tud segítséget nyújtani, mert végül segítségnyújtás volt, hogy az is segítség volt, így utólag úgy értékelem, mert tudott egy-két olyan mondatot mondani, vagy felkiáltó jelet tenni egy-egy mondat végére, ami meg azt a janza erőt adta vissza. Aha. A szüleim is egyébként támogattak és segítettek ebben. Aztán tényleg nagyon hamar megráztam magam. Most volt épp nemrég egy musical gála, ahol Egyházi Géza kollégám, akit hihetetlenül imádok, hogyha nem találkozunk egy évig, ő akkor is valahogy keresztül lát az emberem, mint hogy én szoktam a többieken, és Géza így végignézett rajtam, és azt mondta, hogy te a boldogságra születtél. Mondtam, hogy olyan vagy, mint a főnix madár. Már szárnyalsz. Tehát ez 2 év volt, azt tudom mondani, hogy az első év volt pokoli nehéz, utána a következő 1/2 év már sokkal jobb, és most újra azt érzem, hogy igen, igen, hogy minden rendben van. Igen. Jól van, na nézzük a te igazságodat. Jó. Valójában erről beszéltünk idáig. Igen. A megküzdés csodája. Igen. Valójában ezt küzdötted meg az elmúlt 2 évben, és igen, jöttél ki ebből a gödörből. Igen. Hát én egy dolgot tudok mondani a beszélgetés végére. További nagyon-nagyon sok ilyen kirándulást kívánok a Bakonyba. 1-es, 2-es, 3-as, azt hiszem, hogy, itt már nem... Tehát van ebben a csomagban, ami ez a Janza csomag, ez a titkos Janza elixír, ami benne van, egy titkos csomag, amit már nem akarok átlátni, tehát hogy kinek a hogyan és miért, igen, igen. De valójában ez egy ilyen jó hangulatú buli. És attól, hogy beszélgethetünk erről,
Szerintem mi is egy kicsit jobb hangulatúak. Jaj, nagyon örülök. Tehát átragad. Köszönöm szépen nektek. Egyébként csak egy záró mondat erre, hogy én tényleg imádok segíteni az embereknek, és ezt Emőkémtől kaptam ezt a mondatot, mert amikor nagyon el vagyunk keseredve, ezt üzenem mindenkinek, főleg az 50-es hölgyeknek, akkor ahelyett, hogy nagyon lehúznánk a saját hangulatunkat, dicsérjük meg magunkat, öleljük meg magunkat, és mondjuk ki hangosan, hogy tudod, mi vagy te most, mert most nagyon nehéz. Te vagy a megküzdés csodája. Sokkal könnyebb lesz tőle. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nagyon. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.